Köszöntöm a kedves komáromiakat, a Szólum Zrt telepeiről, székeiről jelentkezem most. És azért is fontos, hiszen a mezőgazdaság is kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon komáromban hiszen ez mindig így volt, azért valamilyen szinten a mezőgazdaság mindig meghatározó volt, akár a ts ek révén emlékezzünk a Monostori ts re Szőnyi ts re Komáromi Jókai ts re vagy emlékezzünk akár az állami gazdaságra, ami mindig meghatározó szerepet töltött be a városba, akár a munkahelyek kapcsán, akár maga a gazdasági szerkezet kapcsán a mezőgazdaság mindig kiemelt figyelmet kapott. És ezért örülök annak, hogy a Szólum ZRT ezt ugye néhány hónappal ezelőtt már be tudtuk örömmel jelenteni, hogy a szanó németországi cégcsoport révén egy hatalmas fejlesztés előtt áll. Sőt, azt tudjuk mondani, ez nem csak magyarországi léptékkel is kiemelkedő, és abból a szempontból is lesz jelentős az, hogy ez meghaladja a 10 milliárd forintot, sőt, inkább talán a 20 milliárdhoz közelít a fejlesztésnek az összértéke. Nem is csak ebből a szempontból nagyon fontos, hanem abból, hogy ugye egy olyan modern technológia jön ide, ami a mostani legmodernebb mezőgazdasági technológiát fogja itt felhasználni. És az, hogy egy komárom lehet ennek a helyszíne, és a komáromi szólum ZRT, ez nekünk azt gondolom mindannyiunknak nagyon fontos persze természetesen fontos a helyi adóbevétel kapcsán, fontos szempontból, hogy itt azért közel 200 ember munkahelyéről beszélünk, tehát azt tudjuk mondani, hogy közel 200 munkahely megvédése történt meg ezzelnek a fejlesztésnek köszönhetően, és az sem elhanyagolható kérdés, hogy új munkahelyeket is fog generálni, hiszen több telephelyen fogja a cég ezt a fejlesztést megvalósítani. Tehát amikor az újraindításról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy nagyon fontosak persze a nagy multicégek, ugye ezt láttuk az ipariparban is, ugyanilyen fontosak a helyi kis- és középvállalkozásaink, és azon belül is, hogy ez milyen spektrumú, mennyire széles spektrumú, és milyen szegmensben zajlanak ezek a beruházások, fejlesztések, ez is mindig fontos, ennek is érdemes mindig a hátterét megnézni. Tehát itt most egy kiemelkedő, európai szinten is nagyon komoly mezőgazdasági fejlesztést látunk majd és valósul meg, amelyeknek a részleteiről és a folyamatos fázisairól természetesen tájékoztatást fogunk adni mindig a komáromiaknak, hiszen ne felejtsük el, hogy komáromot újraindítjuk.